Márki-Zay Péter támogatja a vízidíjat és a kórházi napi díjat, amelyeket a Fidesz-KDNP kezdeményezésére kiírt 2008-as szociális népszavazás eredményeként azonnali hatállyal megszüntettek. Az emberek megsarcolásáról továbbra sem mondott le a baloldal, győzelmük esetén újra fizetőssé tennék az egészségügyi ellátásokat. Elemzéssel folytatja Barna is vendége. Köszönöm szépen, Rotyis Bálint a vendégem, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja Márki-Zay Péter, hogy idézem, nem lett volna szabad kiírni a vízidíjról szóló, kórházi napi díjról, meg tandíjról is szó volt, de most ezt emelném ki. 2008-as népszavazást nem lett volna szabad kiírni, hát összegyűlt a 200 ezer aláírás. Kikeri? Igen, ugye azt látni kell, hogy 2006 őszére, tehát hogyha visszamegyünk az időben, 2006 őszére már a nyilvánosság előtt is világos volt, hogy az a fajta politika, amit annak idején Gyurcsány Ferenc képviselt és vitt, az egy kudarcra ítélt politika, nem fenntartható, amit hol hazugságokkal, hol adóemelésekkel, hol pedig új díjak adók bevezetésével próbáltak valahogy ellensúlyozni. Tehát a hibás gazdaságpolitikai döntéseket az emberek megsarcolásával próbálták kompenzálni. Magának, a vízidíjnak, de a kórházi napi díjnak is a valódi funkciója ez volt. Viszont az akkor ellenzékben lévő Fidesz erre nemet mondott, kiharcolta, elérte azt, hogy az ügyben népszavazást írjanak ki, és 2008 tavaszán az emberek több mint fele részt vett, tehát érvényes volt maga a népszavazás, és mind a napi díj, mind a kórházi napi díj, és mind a vízidíj kapcsán is az emberek több mint 80%-a azt mondta, hogy nem akarják tovább ezt a díjat fizetni, tehát egyértelműen és világosan kimondták, hogy ez a sarcokon alapuló politikát nem kívánják a jövőben elviselni, eltűrni. Ennek oly hatása lett, hogy egyrészt az akkori kormánykoalíció fel is bomlott, sőt, hosszú távon még a baloldal számára is világossá vált, hogy a kórházi napi díj vagy a vízidíjnek a újbóli bevezetése az egy vállalhatatlan politika. És mégis itt vagyunk 2022-ben, amikor a baloldal vezetője, Márki-Zay Péter, gyakorlatilag egy az egyben országvilág előtt felvállalva Gyurcsány Ferenc örököseként kíván fellépni, és a Gyurcsány Ferenc által képviselt politika legmarkánsabb, legelutasítottabb intézkedéseit próbálja valahogy visszacsempészni. Mi lehet a háttérben? Hát Márki-Zay Péter is emlékszik 2008-ra, az emberek többsége azt mondta, hogy ő nem akar vízidíjat, meg kórházi napi díjat fizetni, és most erre szembe megy, hogy de tessék csak fizetni, mert ő nem ért egyet ezzel. Valóban különös, hisz egy választás előtt vagyunk, ilyenkor azért a politikusok kerülik azt, hogy új adókról vagy új díjakról beszélnek. De hogyha megnézzük Márki-Zay Péternek az eddigi kijelentéseit, akkor egy olyan... Melyiket nézzük meg, mert volt már néhány, több tucat. Volt néhány is, de például itt a vízidíjmel, például a rezsicsökkentés kérdés, ez egy hasonló ilyen kijelentés volt. Ezekben a kijelentésekben egy olyan világkép rajzolódik ki, ahol a társadalmi szolidaritás nem létezik, ahol mindenki, aki bármiféle szolgáltatáshoz akar jutni, legyen az akár egészségügyi szolgáltatás, vagy legyen az akár az, hogy az alapvető rezsiköltségeket képes legyen kifizetni, ezeket a szolgáltatásokat csak azok tudják igénybe venni, akiknek elég vastag a pénztárcájuk. Mindenki más, akinek pedig erre nem telik, az végső soron az út szélén fog maradni. Élénken emlékszem a 2008-as népszavazásra, amikor kihirdették az eredményt, hogy a szavazáson résztvevők döntő többsége azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel. És igenis töröljék el a napi díjat, kórházi napi díjat. Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök azt mondta, hogy a nép azt mondta, hogy nem ért, nagy többségben nem ért egyet. És Horn Gábor, SZDSZ-es államtitkár akkori, pohár valamivel a kezében azt mondta, hogy nem azt mondták Feri, hanem azt mondták, hogy menj a P-ba. Mert igen, hogy ő úgy értékelt, hogy szerint le kéne mondania, nem történt meg. Valóban, itt ugye nem csak lényegében nem csak egy intézkedés sem mondtak nemet az emberek, hanem arra a fajta gazdaságpolitikára, társadalompolitikára mondtak nemet, amit egyébként Gyurcsány Ferenc képviselt, tehát valóban Horn Gábor akkori meglátása, hogy az emberek lényegében kijelentették, hogy elkívánják zavarni Gyurcsány Ferencet, ez egy pontos megállapítás volt. Gyurcsány Ferenc viszont ezt nem akarta meghallani, ő továbbra is ragaszkodott foggal körömmel a hatalmához, és láthatóan
az a fajta politikai örökség, amit ő akkor kiépített, az nem tűnt el a baloldalon, Márki-Zay személyében újra visszakívánják hozni, nem törődve azzal, hogy az emberek ebben a kérdésben érthetően, világosan kimondták azt, hogy nem akarnak ilyen intézkedéseket. Annak mi az oka ön szerint, hogy a baloldali összefogás pártjai egyre kevesebbet reagálnak, már ha egyáltalán reagálnak a saját miniszterelnök jelöltjük kijelentéseire. Most nem csak a hétvégi, vasárnapi tudom én, heti értékelőjére gondolok, hanem egyáltalán csendben van. Kivételt, egy-két kivételtől eltekintve. Megnézzük Márki-Zay Péternek a kommunikációját, az által képviselt programokat, ezek van intézkedések, van elképzelésekre, amikre a magyarok már többször is nemet mondtak. Akár a rezsicsökkentés eltörlése, akár a bevándorlók beengedése, vagy akár itt ugye a legfrissebb ez a vízidíjnak a kérdése. Tehát a baloldali pártok is felismerték, hogy ezek olyan vállalhatatlan politikák, amikkel ők egyszer megpróbálkoztak, viszont kudarcot vallottak vele, és jól láthatóan nem akarnak ezzel a fajta politikával a nyilvánosság előtt közösséget vállalni Márki-Zay Péterrel. Emellett ugye őket, tehát az ellenzéki pártokat lefoglalja a belső feszültségek, belső vitáknak a kezelése, ugye a közös listájuk sincs még meg, tehát van egy nagyon komoly tárgyalássorozat a háttérben, de az, hogy az ellenzéki pártok a saját miniszterelnök jelöltjükkel nem vállalnak közösséget, nem állnak ki vele, az mindenképpen arra utal, hogy az a kísérlet, hogy úgymond egy előválasztással kiválasszák a tökéletes jelöltet, aki majd elhozza számukra a várva várt sikert, ez jól láthatóan nem valósul meg. 3 hónap van a választásokig, nyilván köztársasági elnök úr döntésén múlik, hogy mikorra írja ki a választásokat, de hogy nagyjából annyi lehet, ha Márki-Zayt leveszik a saktábláról, akkor szembe mennek a baloldali előválasztással, azt mondták, hogy gyertek, szavazzatok, és akit döntötök, az lesz a jelöltjünk. Na most akkor azt fogják mondani a baloldali szavazók, hogy ja, hát akkor semmit se ért. A másik meg, ha ott hagyják, akkor meg mihez kezd? Van-e idő felépíteni 3 hónap alatt még egy embert? Most már ennyi idő aligha lehetne elég ehhez, hogyha leváltanák Márki-Zay Pétert, akkor az egyéni jelölteknek a kiválasztását is meg lehetne kérdőjelezni, annak a legitimációját, tehát az ellenzék egy nagyon komoly csapdahelyzetbe kormányozta magát, Márki-Zay Péter is megváltóként tekintettek, mára bebizonyosodott, hogy nem az, nem csak hogy a fideszes szavazókat nem képes megszólítani, de olyan politikákat képvisel, amik még a baloldali szavazókat is gyakorlatilag elriasztja. Most jól láthatóan úgy döntettek, hogy így vagy úgy, de megpróbálnak valahogy Márki-Zay Péterrel túlélni, megpróbálnak bízni a szerencsébe, de jól láthatóan azt a fajta pluszt Márki-Zay Péter nemhogy nem tudta szállítani számukra, hanem még talán el is vesz tőlük, tehát egy nagyon rossz helyzetben van jelen pillanatban az ellenzék. Kormányprogramról, a közös ellenzék kormányprogramjáról hallani egy-két dolgot, de úgy igazából nem. Csak Márki-Zay Péter beszél, amit az ellenzék összefogás meg hagy és csendben van. Az ember néz, hogy de mi lesz utána, ha nyerne? Ez egy régi probléma már az ellenzéken, ez nem egy új jelenség. Számukra egy olyan programpont van, amit hitelesen tudnak képviselni, az, hogy le akarják váltani a jelenlegi kormánypártokat, de valóban arról nem beszélnek, hogy egyébként milyen Magyarországot képviselnek, nem beszélnek arról, hogy az általuk képviselt Magyarországnak hol van a helye a világban, hogy a magyarok miként fognak élni, ők egyedül a Fidesz és a kormánypártok ellenességére építenek, tehát azért azt látni kell a különböző közvélemény kutatásokból, hogy mind a kormánypártok, mind Orbán Viktor népszerűsége magas, stabil, kitartó, tehát erre a fajta rossz hangulatra nem tudnak építeni, hisz ugye például még az idén nagyon komoly jutatásokat is kapnak az emberek, akár gondoljunk a 13. havi nyugdíjnak a teljes visszaépítésére, tehát az emberek érzik azt, hogy a Fidesz kormány alatt évről évre az életük egyre jobb, tehát az ilyenfajta protest hangulatra nem tudnak építeni, és láthatóan nincs meg az a fajta szellemi kapacitás baloldalon, amivel képesek lennének bármiféle alternatívát felmutatni az embereknek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.